Sziasztok! Ez újra a kis Beletó csatorna, ez pedig a Böker plusz Masada folder. A kést azt Boris Manasherov tervezte, aki ugye Krav Maga oktató és késtervező, tehát ugye ebből adódóan, ahogy látszik, egy igen agresszív taktikai forma, és tulajdonképpen arra a felhasználásra is tervezték. Maga a penge az egy ilyen hát kicsit ilyen perzsa stílus, és egy ilyen szigony forma. A markolat az 3D marással készült G10, egyébként a jobbik minőségből, tehát abszolút kellemes fogás biztosít, mind a mellett, hogy tökéletesen ergonomikus. Ugye két acélliner is merevíti a markolatot, illetve egy teljesen ilyen deep carry klippel látták el, tehát gyakorlatilag a zsebbe, hogyha benne van a kés, akkor talán ez a kis csücsök látszik ki, ugye, ami ütésre is szolgál, ugye, önvédelmi céloknál, illetve ugye, ott van a zsinórfurat is. Ugye, a pengét azt a nyitófurat, illetve a flipper segítségével lehet nyitni, golyós csapágyas tengelyeken nyílik, tehát gyorsan, könnyen nyílik. És hát ugye, ahogy mondtam, egy ilyen kicsit perzsa stílusú szigony forma penge bukkan elő a markolatból. Ugye kapott egy ilyen enyhe rekurzívélt, és tényleg egy ilyen agresszív forma. Abszolút kézbe illik, jó rá lehet támasztani a pengére. Ugye fordított fogásban is meglehetősen kényelmes. Méreteit tekintve 93 mm, tehát bőven meghaladja a legál határt. A markolat az pedig 13 cm, tehát nagy kezűeknek is bőven megfelelő. És tényleg minden fogásnemben biztos és kényelmes fogást nyújt. A penge az 3,5 mm vastag, tehát egy igen masszív darab. D2-es szerszám acélból van, ami ugye hát köztudottan jó is, rossz is, tehát igazából ugye sokan szeretik, sokan nem. Elég szívós, jó éltartó, 60 rockfel fölé is tudják hőkezelni, tehát igen kemény acél, viszont hát ugye tulajdonképpen egy átmenet a rozsdamentes és a szénacélok között, ugye, úgyhogy hát nem annyira korrózió tűrő, viszont megfelelő kezeléssel, hogy az ember ugye figyel rá, akkor semmi baj nem lehet vele. Liner lockos penge biztosítás, ugye ott kapott egy ilyen recézett felületet, tehát ugye kesztyűben vagy nedves kézzel is biztonságosan oldható a zárszerkezet. Ahogy mondtam, a nyitófurat segítségével is nyitható, bár egyébként a flipperrel jóval kényelmesebb és gyorsabb. A klip az, én úgy tudom, hogy két állásban, pontosabban két oldalra átszerelhető. Egy fent állásban jobb, illetve bal oldalon, ott ugye meg is van a helye, úgyhogy valóban átszerelhető. Maguk a linerek azok ki vannak könnyítve. Ugye itt még egy plusz acélmerevítést kapott az egész. Egy ilyen csúszásgátló résszel, tehát hogyha az ember ugye, rendesen rámarkol, akkor semmilyen irányba nem tud elmozdulni a kés. Hát ez valóban egy taktikai felhasználásra készült darab. Úgyhogy hát hétköznapi feladatok ellátására is ugye alkalmas, mert miért ne lenne az, csak hát nem egy hétköznapi méret és nem egy hétköznapi forma, viszont egy gyűjtemény részeként jól tud funkcionálni, illetve hát ugye azért hordani is lehet, úgyhogy nincs ezzel baj. Penge ezt tökéletesen középre zár, ami egyébként a Bökerre nem mindig jellemző, de más Manasherov által tervezett kés is
abszolút minőségi érzetet nyújt, ez is egyébként. Tehát bőven megállja a kategóriában a helyét, talán még egy-két kategóriában följebb is akár. Ez volt a Böker plusz Masada. Sziasztok!